Kedves nézőink, két új beruházás ünnepélyes átadását tartották meg tegnap Bódén, most erről számolunk be. Tisztelt megjelentek kedves barátaim! Most átadjuk a Hámánkató utca és a Ságvári utca út felújítását. Ugye nem, nehogy összetéveszétek, ez a Hámánkató utca, és a Ságvári utca pedig a templomhoz vezető utca, tehát az is elkészült. Ez a 717-től 726-ig terjedő közlekedési létesítményeket jelenti, amire 6,8 millió forintot fordítottunk. Ugye ismeritek a történetet, ugye itt állt egy ház, soha nem lehetett rendesen közlekedni, főleg utasi Pista nem tudott hazajönni, mindig vissza kellett neki fordulni, ez nekünk nagy ráfordításba került, mert mindig bennmaradt a városba, és akkor különböző észrevételekkel bombázott bennünket. Most örülünk, hogy a Pista haza tud jönni, és így kevesebb észrevételre tesz majd lehetősége. És hát ugye a másik pedig ugye a templomhoz vezető utca, az egy rendkívül fontos utca, hiszen nem tudták a hívek gyakorolni a kötelezettségeiket, mert az úton nem lehetett rendesen elmenni. Ugye modern, kori fogalmakat használunk, tehát ennek az utcának a fenntartását szeretném átadni a képviselőasszonynak, Gerencsér Hilda képviselőasszonynak, aki mindig küzdött ezért az utcáért. És tehát a tiéd a fenntartás, és a Pistának, aki meg ugye itt lakik, annak meg működtetésbe. Ugye ez a két fogalom, ez mindig így összefogja, az iskoláknál is ezt alkalmazza az állam, hogy a fenntartó az egyik, működtető a másik. Hát egyszer mi voltunk a fenntartók, most megváltoztatták a fogalmakat, most már nem vagyunk semmik, csak járunk az iskolába, de az állam ezeket a funkciókat átvette. Úgyhogy kérlek benneteket, Hilda, hogy akkor te a fenntartást, Pista a működtetés. Te csak december 15-ig, de ha cserélni akartok, ahhoz központi engedélyeket, tehát nehogy itt zavart keltsetek itt a rendszerbe. Úgyhogy hát remélem, hogy főleg a környékbeli lakók itt meg lesznek ezzel elégedve, és hát most nem beszélek arról, hogy még mit tervezünk ott, itt, de ugye Feri bácsi, Feri, a bolgárkertben ugye nagy érdekeltséggel rendelkeztek. Azt gondolom, hogy még ebbe az évben ott egy nagy bejelentést fogunk majd tenni, de az olyan nagy lesz, Feri bácsi, hogy neked ki kell hozni a mozdonyt a hangárból, hogy mozdonnyal tudjuk megközelíteni ezt a területet, hiszen a bolgárkert újra éled a városrész. Úgyhogy mindenki vigyázzon az egészségére, ne egyetek, ne igyatok olyan ételeket, amivel károsítjátok a egészségeteket. Vigyázzatok egymásra, és örüljünk annak, hogy ezt a szép létesítményt most a Hildának átadom. Köszönöm. Köszönöm szépen a szót is, meg a létesítményt is értelemszerűen. A létesítményt elsősorban az itt élő, naponta itt közlekedő bódéi állampolgárok nevében. Én azt szeretném elmondani, hogy a múlt héten, amikor a Jószerencsét utca második részét átadtuk, akkor azt mondtam, hogy ott egy generációváltásnak vagyunk tanúi, és tulajdonképpen a város csak idézőjelbe téve besegít az infrastruktúrális létesítmények megújításával abban, amit az állampolgárok ott végeznek, hiszen szemmel láthatóan szépül. Ugyanez elmondható Bódéra is. De most, hogy két utcaszakaszt is átadunk, én azt mondjam el, hogy én meg úgy érzem, hogy Bódén pedig annak vagyunk a tanúi, hogy egy kicsit kinőtte magát, hogy úgy mondjam, a falu. Tehát az itteni lakosok számára érezhetően nagyon komoly szükségletté vált az, hogy minél korszerűbb, minél használhatóbb úthálózatban, járdahálózatban legyen részük. Tehát nagyjából ők is megkapják mindazt, amit a város belső részén élő ajkai lakosok. Én ezért is örülök neki, meg azért is örülök, mert valóban 2003 óta küzdködtünk azért, hogy ez a telek, amiről időközben már a ház össze is omlott, ez a város tulajdonába kerüljön, és ki lehessen ezt az utat szélesíteni. Az útszélesítést az is indokolta, hogy itt fönt egy gyönyörű szép kis városrész épül, hiszen az önkormányzatnak még számos értékesítendő területe is van, és hát az építkezéshez nagyon nagy teherautókon szállították az építőanyagot, ami csak súlyosbította
az itteni közlekedési gondokat. Én azért örülök ennek a területnek, mert egyrészt azt gondolom, hogy megoldja egy kicsikét itt a Bartók Béla utca végének a parkolási gondjait, másrészt pedig, ami nagyon fontos, biztonságos közlekedést ad az itt élőknek, úgyhogy még egyszer a nevükben is nagyon szépen köszönöm. Igen. Mehetünk lábamra, vigyázzunk. Igen. Mehetünk. Már le is, okay.